Hatalmas köddel indult az idei tolnamözsi lovasnap. A reggeli órákban ló és lovas nem látott szinte az óráig sem. A versenyzők első útja a regisztráció volt. Érvényes lóútlevéllel kell rendelkezni a lovaknak, amiket beneveznek a versenyzők, és ki kell tölteniük egy nevezési lapot. A nevezéseket mindenképpen itt kell elintézni, ebben mi segítkezünk, valamint mi fogjuk összeírni azt, hogy ki hány hibát vétett a verseny folyamán, milyen idővel fejezte be a versenyt. És tulajdonképpen itt fogjuk azt megállapítani, hogy ki az, aki megnyerte a versenyt. Ezek után a hajtó és segédhajtója bejárták a pályát, hogy tudják, merre kell menni, hol merre kell fordulni. Komputerben legyen a pálya, hogy hol már kell forgalodnunk. Mennyire nehéz itt a mözsi pálya, hogyan? Elég komplikált. Mi a bonyolult benne? Hát megjegyezni ezeket, hogy az ABC sorrendbe kell mennünk, mert hogyha átévesszük, akkor vagy kizárnak, vagy javítani kell, újra kezdeni az egészet is. Milyen céllal indul el ezen a mai versenyen? Hát mindenki nyerni akar. Aki épp nem a pályát járta körbe, az közben hátul a lovakat készítette fel a megmérettetésre, és fogta be őket a kocsiba. Mindenek előtt próbáljuk megfelelően befogni a lovakat, a fogatot összerakni, ami az elsődleges szempont. Szerszámilag ez az elsődleges szempont. A pálya megfelelő rögzítése mondjuk fejben, ami szintén ugyanolyan fontos, legalább. Nem tudjátok, hogy csak egy kis szigetet is szigetet. Ezek a legfontosabbak itt az első lépésben. Nem tudom, ez nem rövid gyerekek, ez az Isten? Ez csak díszítés, esztétikai, valamennyire harmóniával legyen természetesen a díszítés rajta, ami valamennyire csak számít. Csalok meg egy ilyen egyéb védő eszközök, sérülés, elkerülése céljából vannak többnyire. Az állatok is idegesek biztos, de mi még sokkal idegesebbek vagyunk, mert nekünk még nehezebb dolgunk van. Sikerült megnyerni az első induló helyet, most nekem úgy tűnik. Tehát próbáljuk megoldani a feladatot. A tolnai versenyen részt vett a gerjeni Domsa család is. Domsa Dalma ebben az évben kezdte a versenyzést. Az előkészületekkel természetesen fiatal kora ellenére is tisztában van, hiszen édesapját számtalan hajtása elkísérte már. Megérkezünk, ezt a hintot levesszük, szerszámokat előkészítjük, felszerszámozzuk a lovakat, majd befogjuk a hintó elé. De lovak is érzik, hogy idegen környezet, kicsit idegesebbek, de már megszokták ők is. Az egyik lovat azt lecseréltük Gerjen után, tehát ez már egy újabb felállítás, és a hintó is most másikkal vagyok. Mennyire barátkoztál meg az új lovval, illetve az új hintóval, mennyire megy most szerinted majd jobban a hajtás? Hát ez a lóval, tehát ez a fejtésben már két versenyen részt vettem. Úgy érzem, hogy ezekkel most jobban megtaláltam az összhangot, mint a Gerjenivel. A versenyzőknek kétszer kellett hajtaniuk a nap folyamán. A cél az volt, hogy minél kevesebb hibával, minél rövidebb idő alatt befejezni a kört. Miután felszállt a köd, benépesült a terület nézőkkel, megkezdődhetett a megmérettetés. A pályán tehát Berec Viktor szakályban, a Zombai Lovas Klub Egyesület versenyzője Boka János segédhajtóval. Én egyik fejtelik és majd fogok arról a 6 és 4 évesek. A fogat tulajdonosa Mirei László. Most jöttem ki, nem tudom pontosan, de szerintem jó. Hogy voltak hibák, azért hogyan látja? Hát voltak egy kisebb, nagyobb hibák, de hát szerintem jó sikerült összevéve. Rutinos visszajáró ide Mözsre, ismeri a pályát, mennyire másodszor volt? Másodszor vagyok itt. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, ahhoz képest, hogy ezek fiatal lovak, tehát 5 éves lovak, szinte ezek még most kezdték. Második maraton versenyek a lovaknak, szerintem ahhoz képest nagyon jó sikerült. Még egy kicsit tudatlanok, de szerintem nagyon jó irányba haladunk. Hibát nem vétettünk, talán az egyes akadályban, az első maraton akadály az volt egy picit. Még a lovak is egy kicsit tudatlanok voltak, nem úgy fordultak, ahogy én gondoltam, és talán az egy kicsit lassú volt, mint a többi. Azt említette, hogy 5 évesek, és hogy 5 éves az fiatalnak számít. Én nem értek hozzá, mikorra fognak ők beérni, tehát mikorra lesznek annyira jók, hogy bárhol, bármikor, nagy sikerrel? Hát szerintem 1-2 év múlva. És ez mi múlik? Hát a sok gyakorláson. A hivatalos megnyitott kora délután tartották, mely a fogatok bevonulásával indult.
Mezsiek mindig szerették a lovakat, sok portán is volt, és ha jól emlékszem, akkor több mint 10 fogat találnak rendelkezésre most is a Lovas Egyesületben. 20 fogat nevezett, és nagyon meg vagyunk elengedve az eredménnyel, mivel először rendeztünk félmaratonban. Az új pálya körülbelül 3 millió forintból épült meg. Nagy örömre szolgál, hogy ezt a pályát most ilyen állapotában látjuk. Nagyon sok társadalmi munka fekszik benne, több millió forint értékben. Ha valaki kiállt korábban ide a pályára, az láthatta, hogy körülbelül egyharmad része volt csak lovaspálya. Sikerült az egyházi földeket bérbe venni hosszabb időre, ezzel kibővült a pálya. Igazából nem csak félmaratoni, nem csak fogadhajtó, hanem maratoni versenyeket is tudunk rendezni. És én gondolom, hogy a továbbiakban, ha tudjuk ezt fejleszteni, akkor akár nemzetközi versenyekre is alkalmas lesz ez a pálya. Az új pálya nagyon nehezen készült el, de a csoktak összefogásával azért eredményesen föl tudtuk építeni. Hány akadály található benne, és milyen jellegűek? Hát 6 épített akadály van, ebből egy vizes, a másikak pedig összetett akadályok. Tehát van árkos akadályunk, és van vadász akadályunk, magyar akadályunk, pék akadályunk. Tehát ezt mind arról neveztük el, akik készítették. Törülünk neki nagyon, szeretnénk tovább fejleszteni is. Hát ez majd jövőre az anyagiakon dől el, hogy mennyi szponzor, hogy és miként. Mert most már egy regionális verseny rendezésére lassan alkalmas a pálya, még itt ezt a területet, itt ahol állunk. Ez sikerül befüvesítenünk, ez lenne a díjhajtó négyszög. Én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon szépek a lovak, nagyon képzettek a versenyzők, és úgy látom, hogy igen nagy sikerrel veszik az akadályokat. A megmérettetést idén egy kulturális program is kiegészítette, mely természetesen a témába vágott, mi máshoz kapcsolódhatott volna, mint a lovakhoz. Megkerestek engem, mint a Lovas Egyesület elnökét, hogy szeretnének egy lovas kiállítást nyitni lovasképekből, és ezt fölvállaltuk, támogattuk, és így pénteki napon megnyitottuk a művelődési házba a kiállítást. A verseny délután is hasonló lelkesedéssel folytatódott, a délelőtti eredmények függvényében már mindenki tudta, kell-e javítani a hibáin idő eredményén. A tolnaiak közül ismét Virág József lépett elsőként pályára, nem is akármilyen teljesítménnyel. Én meg vagyok elégedve, mert a jobbos, a nyerges lovunk, ez az első versenye, most debütált. 8 hónapja van nálunk a ló, és úgy gondoltuk, hazai pályán itt megpróbáljuk, hogy mire képes. Mennyit készültetek erre a versenyre? Hogyan néz ki egy felkészülés? Hát olyan napi 1,5-2 óra. Virág József kétszer izgulhatott, ugyanis fia is hajtott. Neki ő volt a segédhajtója. Szerintem ez a kör ez nagyon jól sikerült, ahhoz képest, hogy új lóval megyünk, meg vagyunk vele elégedve. Hány éve hajtasz, mikor kezdted, és ha jól tudom, akkor szülői inspiráció van a dolog mögött. Igen, 9 éve vannak lovaink, hát én majdnem mióta lovaink vannak, azóta járok. És a versenyzés az mikor kezdődött? Versenyzés az olyan 2000 körül. Tehát pár év, 8 éve. Lázadó! Lázadó! Nem lehet semmit ráerőltetni, tehát ő ezt választotta, végül is kiskora óta ebben nőtt bele. Most már mi 8 éve lovazunk, 9. Kiért izgulsz jobban, saját magadért vagy érte? Hát ő érte, természetes. Minden nap kell velük törődni, mosni, pucolni, takarítani őket, és egyebek. Mennyire kell az összhang a ló és közted? Hát kell, ez, hogy megszokja az ember és a ló egymást, ehhez kell sok idő is, meg munka. Azt mondtad, hogy újak a lovak, mióta dolgoztak együtt, és mennyi idő kell, hogy beérjen? Hát egy éve van ez az új ló nálunk, hát mostanra ért be. A pályát közösen bejárjuk, és akkor megpróbálunk egy taktikát felállítani, hogy hol merre fordulunk, hol könnyebb kivitelezni a fordulókat, a szűk fordulókat, és én szerintem ebben már a maximálisan partnerom volt, hallgatott rám. A másik fiatal versenyző Kozma Gabriela, aki a Zombai Lovasklub színeiben indult. Elég jól, mert
Na, az idén kezdtem hajtani, ilyen maraton. Mi volt az inspiráció? Tehát a családban van más lovas, akitől örökölted a szerelmet? Igen, vannak, hát a nagyszülők lovozik. Mennyire nehéz velük bánni? Nem nagyon, először vagyunk szobba. És fizikailag, tehát engem nagyon érdekelne, hogy én itt láttam a felnőtt férfi versenyzőket, hogy folyott róluk a víz, amikor végeztek. Na most gondolom, ezeket a lovakat tartani kell, irányítani kell, tehát ez mennyi fizik, mennyit vesz ki az emberből? Hát nekem nem sokat, mert minden nap velük vagyok. Mennyit foglalkozol velük naponta? Hát sokat, 2 órát hajtom őket, meg utána szírogatom őket. Segédhajtóját úgy kapta kölcsön egyik csapattársától. Az emberben felmerülhet a kérdés, hogy is lesz valakiből segédhajtó. Azt gondolnánk, mindenki inkább irányítani hát szeretne. Én belőlem úgy lett segédhajtó, hogy van egy fiatal ember, aki ott áll a hátatok mögött, ő kért fel segédhajtójának, és megbarátkoztunk egymással, és azóta igyekszünk, amelyik versenyre tudunk elmenni. Aztán közben kölcsön kapta Gabi a segédhajtóságomat. A Tolnamözsi Lovas Egyesület 4 fogattal nevezett, a Virág családon kívül a 2 fogat egyiken Barta Zoltáné volt. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Volt neki második éve versenyzők, és ez nekem bőven elég. Honnan jött a szerelem? Hú, ma gyerekkorom óta. Nekünk is volt lovunk, nagy öregapámnak. Én gyerekkoromban fuvaroztam is még annak idején. És miért két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy akkor most versenyezni fog? Mi volt az inspiráció? Akkor volt rá lehetőségem. Anyagi lehetőségem? Hát természetesen. Lovat az első fordulóban 232,5-es időeredmény teljesített. Ez a sok munka, szerintem, és türelem. De gondolom nem minden lóból lehet jó hajtó. Hát általában. Azért mindegyikből valamit ki lehet hozni. Olyan nincs, hogy nem. Mire kell odafigyelni, amikor tanítják őket a folyamat elején, akkor mire figyelnek, mit tanítanak nekik? Hát miért, hogyan menjen, szóra hallgasson, ügetés vágta, lépés. Izgalmakban nem volt hiány a délután folyamán. Egy fogat a vizes akadályban felborult, elhagyta hajtóját és kiszáguldott a pályáról. A megijedt állatokat a versenyzők közös erővel állították meg. Volt olyan résztvevő, akinek már volt része hasonlóban. Látták az előbb, hogy mi történt. Én ugyanez volt, csak én még oszlopot is kivittem, úgyhogy... Ugyanúgy van, mint a lovaglásnál, hogy azonnal vissza kell ülni a lóra, vagy ez... Persze, természetesen. A rendezvényt nem utolsó sorban az minősíti, hogy érzik magukat a nézők, mennyire vannak megelégedve a szervezéssel és a látottakkal. Itt a vélemények szerint minden egyben volt, még a vendéglátósok is elégedettek voltak. Jó volt, de egy picit más volt, mint máskor, mert egyre nagyobb lesz, meg szebb lesz, meg komolyabban csinálják, és ezért egyre több lesz, akik bejönnek, és vásárolgatnak, meg kitelepülnek, és egy kicsit eloszlik. Eddig az vendégek is többen voltak, eloszlik a forgalom, de nem volt rossz. Nagyon jól érezek magunkat. Van valaki, akinek szurkolnak esetleg? Hát a Virág családnak, Tolnamezsieknek. Miért pont őket választottak? Hát már a tolnaiak, meg mezsiek, helyiek. Mennyire vannak megelégedve a teljesítményükkel? Nagyon jól meg vagyunk elégedve. Sok helyen nyertek, nagy dorogon, Zombán, úgyhogy környékben mindig tarol a Józsi, pláne vadászhajtásba. Én is a Virágnak. A többi tolnamözsinek a teljesítményével mennyire van megelégedve? Nagyon szépek voltak, de mi szekszárdiak vagyunk egyébként, de nagyon tetszett, nagyon szép volt az ünnepség. Hogyan kötődnek Tolnához? Hát itt születtünk, Tolnán születtünk, és 40 éve elköltöztünk. És akkor a szívünk visszahúz. Egyszer-kétszer úgy összeszorult a szívem, de nem, szóval vigyáztak azért a lovasok. Ilyen szép időben, ilyen szép hajtók meg a fogatok között, meg a kis terített asztalunk mellett, a finom ebéd mellett, hát hogy ne éreznénk jól magunkat? Mint minden sportnak megvan a maga veszélye. Ott, ahol tömegsport van, ott, ahol tehát vezényelni kell valamit, ott mindig van veszély is. Tehát itt, ahol akadályokat kell leküzdeni, itt természetesen egy fokozatokban a veszélye annak a dolog. Amint láttuk, volt is délelőtt is, meg most is egy kis baleset. Mindennel maximálisan meg vagyunk elégedve, azért is tartunk ki. Lehet, hogy a végsőkig. Köztük vannak nekem barátaim is, meg nagyon jó ismerőseim,
Maradjunk abban, hogy győzzön a Jobbik. Bajorországból érkeztem, és nagyon jól érzem magam. Nálunk ilyen rendezvények nincsenek lovakkal, meg hintokkal, de olyanok, ahol sokat kell enni, meg inni, és az emberek együtt vannak, olyanok természetesen vannak. Miközben a nézők szórakoztak, a verseny tovább folytatódott. A Tolna-Mözsi Lovas Egyesület egyik nagy reménysége Cseh László mellől úgy néz ki, most elpártolt a szerencse, ketten is megdöntötték idejét. Egy ember már megelőzött, még lehet, hogy egy megfog, de a harmadik hely megvan, úgyhogy szerintem ez így tökéletes. Mi lehetett volna javítani? Nem tudom. Akkor mi múlik ilyenkor általában? Tehát mik voltak azok a hibák, amiket te elkövettél, vagy egyszerűen csak az idővel volt probléma? Hát inkább az idő. 1-2 másodperc döntött itt a helyezéseket. Nem tartok senkitől. Jelen esetben az Oszkó Zsolt meg a Hírnikli György, aki előttem végez valószínű. Azon kívül a bajnokságot azt megnyertem, úgy néz ki, de még nem kiabálom el, úgyhogy... Meg kell kérdeznem, hogy hazai pályán hajtasz, és most végre tehát pályaavató hajtás is van. Mennyire örültök ennek az új terepnek? Ennek nagyon örülünk, de a hazai pálya az nekem sosem. Az mindig nagy nyűg. Miért? Mert jobban izgulok, mint máshol. A versenyzőt egy remek hajtással Hírlikl György, a Zombai Rovas Klub tagja előzte meg, a legjobb időeredmény pedig Oszkó Zsolt ért el Pincehelyről, akinek nyugalmában volt sikere záloga. Lehet, hogy belülről egy kicsit van egy kis ideg, és azért volt, hogy gyönge kezem, úgy éreztem, de utána aztán fordultam egy-kettőt itten, és utána helyreállt a közérzetem. És ez a nyugalom akkor nálad a sikertéket, tehát hogy hát lehet, hogy rossz lennem végre. Valószínű. Nagyon örülök neki. Mi múlott? Tehát mi kellett ahhoz, azok a hozzávalók, ami miatt te lettél ma a legjobb? Nem, ezt tett végeremében meg úgy nem fogalmazom, hogy én lettem a legjobb, hanem ez ilyen siker végeremében úgy jött össze az egész, hogy nyugalommal bementem, az első hajtásom egy jó volt, és nem idegeskedtem, és úgy éreztem, hogy jók a lovak is. És a második fordulóra ugye mindenki azt mondta, hogy kicsit lassabban menjek, ezzel ellen próbáltam tenni, hogy egy kicsit gyorsabb legyek, és hát, hogy hibátlanul menjek végig a pályán. A pálya az nagyon jó. Nem gondoltam volna, mőzsiek nagyon kitettek magukért, mert nagyon szép pályát építettek. Szépnek szép, de vannak esetleg olyan pontok, olyan nehézségek, amik azért feladják a leckét, vagy ez egy viszonylag könnyűnek nevezhető? Hogy minden pálya, nem egy, mondjuk mindegyik pályában van egy kis csalafintaság, mondjuk itt a pályabírókon múlik, hogyan helyezik el az akadályokat. Én úgy veszem észre, hogy egy könnyű, egy ilyen lightos pálya, sok körrel, körbe kell mennünk végig, kevés törésekkel, úgyhogy könnyített pálya van építve. Oszkó Zsolt segédhajtója testvére Oszkó Ferenc volt, akivel nem alkotnak egy összeszokott csapatot, alkalmilag verbúválódtak össze, de lehet, hogy megtartják egymást, mivel a szerepek tisztázottak, a hajtó és segédhajtó is tudja, mi a feladata. Nem szól bele, nem próbálja azt, hogy lássa, hogy úgy mennek a lovak, akkor ő nem mondja a betűt, nem szól semmit, mert szerintem az nagyon jó, hogy nem szól, mert én idegesebb tudok lenni akkor. Főleg akkor, ha ő járjárt, és nem jó felé fordítom a lovakat, akkor az alapban ilyen nagyon idegesítő. Megpróbálni legalábbis egyensúlyozni a kocsit, az ívekben leterhelni azt a kereket, amint fordul, hogy minél könnyebben forduljon el a kocsi. Egyébként csak a súlypontot helyezni. Én úgy veszem észre, hogy sokszor a segédhajtónak nehezebb a dolga, nem félsz, hogy leesel? Hát félni nem lehet, nem szabad. Tehát erre nem szabad gondolni, hogy leesik az ember, mert akkor bizonytalan. Nehéz a dolog, mert ide-oda mozogni kell, biztosan kell állni, és a hely az nem olyan nagy. Kapaszkodók mondjuk vannak, de nem egyszerű. Vannak olyan adottságok, amitől valaki jó segédhajtó lesz? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk nem vagy egy vékony ember, tehát hogy az dob-e alatba, hogy esetleg oda tudod rakni azt a súlyt? Talán a súly egy kicsit, de igazából nem vagyok tapasztalt segédhajtó, mert nem sokat voltam még segédhajtó. Biztos, hogy van ilyen, hogy, de ezt is szerintem meg kell tanulni azt, hogy jó legyen valaki, vagy nem tudom. Én mennyi... csak próbáltam helyezkedni, jól helyezkedni. Talán siker, nem tudom. A segédhajtó szerepe tehát felbecsülhetetlen, főleg, ha sietni kell. Én nekem megmondom őszintén, máma nem volt 5 percem, mert nagyon későn értem ide, és egyszer tudtam végigjárni becsületesen a pályát, a másodikat már csak így rajzugattam magamnak. És akkor ennyi idő alatt meg tudod hát végeredményben sok versenyen járunk, mindenfelé vagyunk, tudjuk nagyjából, hogy hogyan megy, csak egyszer a nyomvonalat kell felismerni, hogy nem erre kell mennünk. A lovasport azonban nem egy olcsó mulatság, a hajtóktól hatalmas elszántság, jó család, barátok és szponzorok kellenek ahhoz, hogy valaki megengedhesse magának a versenyzést. A lovak azok változó áron vannak nagyon, ott az 1 millió forinttól a csillagos égig, 4-5-6 millió, de ezen felül is vannak nagyon drága lovak. A hintók azok ilyen 1-2 millió forintért lehet megvásolni újonnan. Persze,
felszerelés? Hát egy ilyen maraton hám, amiben jelenleg hajtunk 3-400 ezer forint körül. Egy sima oltás 5-10 ezer forint között van, és több kell egy lónak egy évben. És miért érjük meg? Miért belefektetni egy sportba egy szenvedélybe? Mi az a plusz, amit adni tud? Semmit. Ez fanatizmus. Ezen a szerszám, ami rajtuk van a lovon, az 500 ezer forint volt. Igen, a kocsik? Az 2 millió 5. És a lovak? Hát a lovak úgy lehet számolni, egy másfél millió. És mondjuk azt hagyjál, hogy van egy felszerelés, de azokat a lovakat tartani kell, a felszerelést javítani kell. Tehát mondjuk az hogy őket... Azért vigyázunk rá nagyon, nehogy véletlenül probléma legyen. De körülbelül mondjuk a tartás, ez mennyibe? Hát a tartási díj az lehet számolni 30-40 ezer forintot. Zabot is vetettünk, azt is arattunk, úgyhogy végelmében a takarmány az megvan. Nálunk azt lehet számolni, ami kiadások vannak, ugye hát ilyen állatorvosi költség, meg ami szerszámokat, meg ápolni kell, ugye felszereléskő hozzávenni, meg végelemében az ilyen utazások. De a versenyzőknek általában nem csak egy hintója van, a különböző számokhoz eltérő kocsik kellenek. A maratonkocsik azok nagyjából mind egyformák, kisebb, nagyobb technikai változtatások. Egyéni versenyen emlékszem, és ott voltak ezek a rusztiós. Igen, azok gála hintók, de ott úgy az 1 millió az alja, és inkább 2-2,5 ilyesmi. És azt akkor a maratonnál nem használják? Azt nem, azonra vigyázunk. Igen, azt akkor mindenkinek megvan ott van a... Van kettő, igen. Meg még sokaknak van egy ilyen jártatókocsi, mint ami ott van, hogy azzal gyakoroljon, ne ezeket tegyük tönkre itthon. Természetesen az is előfordul, hogy javítani kell valamit a kocsikon, mert lehet baleset. A hintón általában, amit leggyakrabban javítani kell, a fék, mert az rettentően kopik. Azon kívül jó hintót érdemes vásárolni, ami vasanyagból van építve, mert hamar törik. A fogatokat, lovakat szállítani is kell egy-egy versenyre. Olyan ez, ahogy a lovasok fogalmaznak, mint egy vándorcirkusz. Két hintó fel a platóra, az autóra, két ló, plusz a kellékek, még egy autó, hárman szoktunk menni, négyen. De hát vannak így mindig segítségek a családból, aki jön pluszba. Azon a szinten, ahol ők tartanak, még nem éri meg versenyezni, nem tudnak megélni belőle, munka mellett űzik ezt a sportot, és tovább jutni nem egyszerű. Úgy kell hajtani, hogy az a megye bajnokságban olyan pontokat elérni, ami meghatározott, és ha az megvan, akkor lehet menni a kategóriába, és utána nemzetközi is. Nem is ez a lényeg, ahogy a hajtók fogalmaznak, ezt a szenvedélyből lehet csinálni, ha pedig valaki kitartó, annak előbb-utóbb megjön az eredménye. Így lett ez a 6. tolnamözsi fogathajtó versenyen, ahol a dobogó legfelső fokára Oszkó Zsolt, a 2. helyre Hírlikő György Zombáról, a 3. pedig Cseh László jutott fel.